Két hónapon belül a második országos döntőt rendezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Az összevont labdajátékok döntőjében három sportágban 48 csapat vetélkedett, ezúttal az amatőr kézilabdázók 16 fiú és 16 lány csapata érkezik Nyíregyházára. Péntektől vasárnapig négy helyszínen a BEM, a Móra, az Rinyi, valamint a Veselényi tornatermében játsszák a meccseket a 17 és 20 év közötti játékosokat felvonultató csapatok. Bízom benne, hogy megint egy magas színvonalú rendezvényt láthatnak majd, akik ellátogatnak arra a négy helyszínre, ahol ez az országos diákolimpiai döntő megrendezésre kerül. Amellett ugye, hogy most amatőrökről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy gyerekeknél ez ugyanúgy olyan sportélményt jelent majd, és azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem azoknak a vendégeknek, illetve felkészítő tanároknak is, akik ellátogatnak majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, nekik is egy különleges élmény lesz majd itt ez a Nyíregyházán megtartott vagy megrendezett országos döntő. Ez a célunk, magasra raktuk a mércét magunknak az országos összevont labdajátékú döntő megszervezése után, de bízom benne, hogy megint sikerül majd tényleg olyan eseményen túl lennünk, amely méltán viszi majd Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét. Az amatőr diákolimpián olyanok indulhatnak, akik egyesületi szinten nem sportolnak, vagy legalább két éve abbahagyták a versenyzést az adott sportágban. A nyíregyházi költségi kézilabda csapatát olyan játékosok alkotják, akik más sportágokat űznek magasabb szinten. Vannak bozikosaim, focistáim, vízilabdás, atlétám, kosarasom, tehát minden típusú játékos van. Ezeket kellett összegyűrni, hogy a kézilabda a technikai tudásukat is valamilyen szinten meg tudják valósítani. A diákolimpiai sorozat ebben az esztendőben 30 éves. A Magyar Diáksport Szövetség egy 6 sportágat felvonultató debreceni rendezvényel ünnepli majd a kerek évfordulót. Még nagyobb odafigyeléssel készülünk minden diákolimpia országos döntőre. Kiemelt események is vannak, ilyen volt az összevont labdajátékok országos döntőt Nyíregyházán, és ennek a koronája lesz, a jubileum évnek a koronája lesz a Debrecenben megrendezésre kerülő 6 sportágat felvonultató diákolimpia országos döntő. Ott több mint 2000 gyerkőc lesz, úgyhogy reméljük, hogy az is jól fog sikerülni, és méltóképpen megünnepeljük a 30 éves jubileumot ezzel. A tervek szerint a lányok finália vasárnap 14 órakor, a fiúké pedig 15 órakor kezdődik majd a BEM tornatermében.